Bertalanítaná a DRB áldozatait, Tóth Bertalan törvényjavaslatot nyújt be a parlamentben. Többen segítettek a jótékonykodásban, 150 főnek osztottak melegételt Pécset. Tehetséges fiatalok szólaltatták meg hangszereiket, Baranya megyei továbbképzős találkozó Pécset. Országosan 150 millió a sportegyesületeknek, Baranyából 11-en pályáztak. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. 100 család 100 milliós kárát akarja kifizetni a kormánnyal a szocialisták frakcióvezetője. A Baranyai Tóth Bertalan önálló törvényjavaslatot nyújt be a DRB bank károsultjainak ügyében. A képviselő azt mondja, az országvezető koalíció nem támogatja a kártalanítást, mert nyakig benne vannak a broker botrányokban, meg a DRB csődjében is. Sorban állnak az emberek a DRB bank előtt. Az ajtó azonban zárva, csődbe ment a pénzintézet. Még 2015-ben készültek ezek a felvételek. Azóta sincs változás, nem jutnak a pénzükhöz a károsultak, és a kormányzat sem segít rajtuk, mondja az MSZP országgyűlési képviselője. Most Baranyában van közel 100 olyan család, akik visszafizették a devizahitelüket, de nem kapták vissza azt a pénzt, amit tisztességtelenül számolt föl a bank az ő irányukba. Ez kb. 100 millió forintos tétel. Miközben akik nem fizették vissza a hitelt, azoknak a tőke részükből levonták a jogosulatlanul felszámolt összeget. Ez hátrányos megkülönböztetés, ami ellen fel kell lépni, Tóth Bertalan szerint. Hiába jelezte azonban a problémát a parlamentben. Nem foglalkozott vele sem a nemzetgazdasági miniszter Varga Mihály, nem volt hajlandó erről tárgyalni, és miközben milliárdokat költenek el mindenféle beru kisvasútra, stadionra, addig ezen a 100 baranyai családon nem hajlandók segíteni. Tóth Bertalan már nyújtott be egy önálló törvényjavaslatot a DRB károsultak megsegítésére. Ezt újra megteszi. Szerinte ezt sem fogják támogatni, mert valójában az országot vezető koalíció terheli a felelősség a DRB csődjében is. Megerősödik a bírói kontroll a közigazgatás felett, jelentette be Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke csütörtökön Pécsen. Szélesebb körben lesznek megtámadhatóak bizonyos közigazgatási cselekmények, tevékenységek és mulasztások. Az azonnali jogvédelem intézménye nagy hatással lehet az ügyek kimenetelére, egyúttal rendkívüli felelősséget ró a bírókra. Bevezetik a teljesítési bírságot, mellyel közigazgatási szervet és annak vezetőit akár 10 millió forintra is bírságolhatnak. Az LKR buktatta le az ablakost, az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer adatainak elemzésekor figyeltek fel a NAV baranyai munkatársai egy nyílászáró kereskedelemmel és beépítéssel foglalkozó adózóra, aki az általános forgalmi adó bevallásaiban forgalmat nem szerepeltetett, ám jelentős mennyiségű anyagot vásárolt. Az LKR adatok elemzése alapján találták meg a kollégák azt a nyílászáró gyártó céget, amely áfa bevallásait hiányosan, illetve egyáltalán nem adta be annak ellenére, hogy rendszeresen szerzett be anyagokat, és értékesített nyílászárókat, és ezeket be is szerelte elsősorban magánszemélyek részére. A vizsgálat 8 millió forint áfa hiány, bírságot és késedelmi pótlékot állapított meg. Érdemes odafigyelniük azoknak, akik a NAV-ra bízzák az SZIA bevallás elkészítését, ugyanis egy külön nyilatkozatban tudják felajánlani adójuk 1+1%-át a civil szervezeteknek és az egyházaknak. Az utóbbi években folyamatosan nőtt azoknak a száma, akik felajánlották az 1%-ukat. Az egyéni vállalkozóknál február 27-e az SZIA bevallás határideje. 150 főnek osztott meleg ételt pénteken a Budai Vámnál lévő hipermarketnél a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete. A jótékonysági akcióban egy pécsi kulturális egyesület és egy étterem volt a segítségükre. Az Esztergár Lajos Család Segítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ segítségével szólítottuk meg a rászorultakat, de természetesen aki erre jár és úgy érzi, hogy neki jól esne egy tál meleg étel, és valóban rászoruló, nekik adunk, sőt néhányan még haza is tudtak vinni azoknak a gyerekeknek, akik most nem tudtak eljönni, mert még iskola kötelezettek. Úgyhogy úgy tűnik, hogy sikeres az akció, és reméljük, hogy a jövőben is kerülhet sor majd. Hiába csökkent a várólistán szereplő betegek száma az elmúlt több mint fél évben, ennek ellenére a várakozási idő emelkedett.
Ez derül ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adataiból. Míg tavaly júliusban csak nem 33 ezer beteg várt műtéti ellátásra, addig idén februárban már csupán mintegy 28 ezer paciens szerepelt a listákon. A várakozási idő azonban nőtt, például a gerinc stabilizáló műtétek esetében idén februárban már egy évnél is hosszabb az átlagos várakozási idő. A legtöbbet a Dél-Dunántúlon kell várniuk a beavatkozásig, míg a legjobb helyzetben jelenleg a délalföldi betegek vannak. Ott mindössze 4 nap után lehetséges a műtét. Nőtt az átlagos várakozási idő a már rutinbeavatkozásnak számító szürkehályog, valamint a térd és csípő protézis műtétek esetében is. Nem akart elszámolni élettársának a pénzzel, ezért valótlan feljelentést tett egy nő. Ezért a Pécsi Járás és Nyomozó Ügyészség büntető eljárás alapjául szolgáló hatóság félrevezetésének vétsége miatt emelt vádat. A nő tavaly szeptemberében tett feljelentést a siklósi rendőrségen azzal, hogy ismeretlen személyek megszerezték a bankkártyáját, és azzal 25 ezer forintot vettek fel jogosulatlanul egy bankautomatából. A nyomozó hatóság a feljelentés alapján nyomozást rendelt el, melynek során többek között a pénzintézet kamera felvételeit is beszerezték. Ennek során megállapításra került, hogy a bankkártyát ténylegesen a feljelentő használta, ő vette fel a pénzt az automatából. A feljelentésének okául azt adta, hogy el akarta titkolni élettársa elől, hogy a pénzt ő vette fel, illetőleg elköltötte. A feljelentőnek ez a cselekménye azonban bűncselekménynek minősül, mégpedig a büntetőjárás alapjául szolgáló hatóság félrevezetésének a vétségét követte el ezzel, amely bűncselekmény egyébként 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Márciusra elkészült az új nemzeti alaptanterv koncepciója, melyet következő lépésként társadalmi egyeztetésre bocsát a szaktárca. Bevezetése a 2019-2020-as tanévben várható. Az új NAT legfontosabb feladata, hogy korszerűsítse a korábbi elképzeléseket, irányokat és megfelelő kereteket biztosítson a versenyképes oktatáshoz. Újra kell gondolni a kompetenciafejlesztés fogalmát és annak minden elemét. Az oktatási államtitkár korábban arról beszélt, az OECD országok közül nálunk töltik a diákok a legkevesebb időt iskolai tanulással. A kormányzat célja, hogy egy olyan szabályozási rendszer jöjjön létre, mely a jelenleginél erőteljesebben épít a pedagógusok szakmai tudására. Idén ismét megrendezték a Baranya megyei továbbképzős találkozót Pécsett. A zenei rendezvényen olyan baranyai iskolák növendékei adtak koncertet, akik valamilyen hangszeren játszanak. A hangversenyen 3 tagú zsűri is pontozza a fiatalok előadásait, akik komoly zenei darabokkal készültek a találkozóra. Az évtizedek alatt hagyományossá vált rendezvényt, a Baranya megyei továbbképzős találkozót rendezték meg pénteken Pécsett. Bár ezen a zenei találkozón általában a gimnazista korosztály növendékei adnak koncertet, idén több 7. és 8. évfolyamos tanuló is részt vett a hangversenyen. A rendezvény előtt hónapokig gyakoroltak a fellépők, akik már évek óta zenélnek. Én csellista vagyok, és már 6 éve járok az ANK-ba. És hát nagyon-nagyon szeretek oda járni, mert a zene az bármikor, hogyha szomorú vagyok, vagy vidám, akkor bármikor elkezdhetek csellózni, és akkor mindig felvidulok meg. Az egy ilyen menekülés tulajdonképpen itt az életből. A hangversenyre Baranyából 7 zeneiskola jelentkezett, a fellépők száma pedig összesen 35. A növendékek arany, ezüst és bronz elismerést kaphatnak a koncert után, a legjobb produkciókkal pedig kiemelt aranyminősítést nyerhetnek el. Az előadásokat egy 3 tagú zsűri bírálja több szempont alapján. Az alap egy színpadi produkciónál, hogy tiszta játék legyen, és tiszta hangokat játszanak a gyerekek, és minden az előírt ritmusban történjen, de e fölött van a művészi megszólalás, amit hát valamilyen szinten már ilyen korban is elérnek a gyerekek, hiszen olyan darabokat játszanak, amik akár nagy koncertpódiumokon is előfordulnak. A hangversenyen Vivaldi, Mozart, Bach és még sok más komoly zenei szerzőtől hallhattak darabokat a résztvevők. Minden fiatal zenész egy 4-6 perces művel készült a versenyre, így a 3 részben megrendezett koncert egész nap eltartott. Sikeresnek bizonyult a diákhitel program, mely még 2001-ben az első Orbán kormány alatt indult el. Eddig 378 ezer diák élt a hitelfelvétel lehetőségével, és összesen 314 milliárd forintot utaltak át a tanulóknak, a lejárt tartozásokat pedig majdnem 100%-ban vissza is tudták fizetni, közölte a Diákhitel Központ sajtóérdeklődésre.
A hitelkamata kezdéskor még 14% volt. Az időközben lezajlott alapkamat csökkentés nyomán azonban ma már csak 2,35%. A jelenleg egyetemre vagy főiskolára járók közül 2010-ezren élnek a diákhitel lehetőségével, és eddig 180 milliárd forintot vettek fel a tandíjuk kifizetésére, illetve kisebb részben a megélhetésükre. A központ reprezentatív felmérése szerint egyébként a tanulók fele nyilatkozta azt, hogy a hitel nélkül nem tudott volna diplomát szerezni. 150 millió forintból támogatná a kis és közepes sportegyesületeket a kormány, mondta Dajcs Tamás a napokban Pécsen. Hozzátette, Baranya megyéből összesen 11 egyesület pályázott a Hiszek Benned névre keresztelt sportpályázatra. Ők a napokban kaptak értesítést kérésük elbírálásáról. Baranya megyei sportegyesületek is pályáztak, így jelentős támogatáshoz juthatnak az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Sportegyesületek Országos Szövetségének közös pályázatán. Ezt Dajcs Tamás jelentette be Pécsen a közelmúltban. A politikus elmondta, a magyar sportfinanszírozás jól működik, példaként említette az olimpiai és nem olimpiai sportágak támogatását, vagy a sportlétesítményfejlesztéseket. Hátrány egyelőre a kis és közepes sportegyesületek finanszírozásában van, ezen javítana a mostani pályázat. 150 millió forintos támogatás lehetősége teremtődött meg a kis és közepes egyesületek számára. Arról tudok tájékoztatást adni, hogy a január 16-án lezárult pályázati határideig 380 sportszervezet, bűvszót azért használom, mert nem csak sportegyesület, hanem adott esetben akár más formában, alapítványi, sportiskolai formában működő sportszervezet pályázott. A megyéből 11 klub jelentkezett a programba. Ők a napokban kapják meg az értesítést arról, hogy nyertek-e. A város sportfinanszírozási lehetőségei korlátozottak, ezért minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy további bevételekkel nőjön a sportszervezetek működési lehetősége. És e tekintetben úgy gondolom, hogy kézzelfogható haszonnal fog járni ez a Hiszek Benned sportpályázat. Czerpán István hozzátette, az elnyert összegből elsősorban az utánpótlás nevelésre, a fiatalok sportolási lehetőségeinek bővítésére lehet költeni, de az egyesületi sportlétesítmények fejlesztésére, vagy például felszerelések vásárlására is fordítható az összeg. Az úthibák okozta autós károknak csupán a felét bírálják el pozitívan. A kártérítés esélyét azonban jelentősen növelheti a kár körültekintő dokumentációja és a kátyúbiztosítás. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Cselovszky Zsolt, a szervezet gépjármű szekciójának vezetője azt mondta, a télen keletkezett kátyúk kijavítása a tapasztalatok szerint májusig is elhúzódik, ezért még most is érdemes kátyúkárbiztosítást kötni. Ennek előnye, hogy a közút kezelője helyett a saját biztosító felé kell jelezni a kárt, és így magasabb a pozitív elbírálás aránya is. Egy kátyúkárbiztosítás éves díja néhány ezer forint, jellemzően kötelező vagy kaszkó biztosítások mellé kötik, de önállóan is elérhető egyes biztosítóknál. Az elmúlt hetekben volt olyan időszak, amikor csak Budapesten naponta 4-500 új úthibát regisztráltak a karbantartók. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Már idén megkezdenék a fiataloknak szánt lakások felújítását Nagyatádon, ha a Rinyamenti város sikeresen szerepel az Emberi Erőforrások Minisztériuma esélyotthon pályázatán. Ennek lényege, hogy a fiatalok vidéken helyben maradjanak és ott boldoguljanak. 10 milliárd forintos keret áll a helyhatóságok rendelkezésére, egy-egy önkormányzat 5-200 millió forint közötti összeget nyerhet. Somogyban mintegy 10 települést érint a pályázati lehetőség. Márciustól már pályázhatnak a kisvárosok az esélyotthon forrásaira. A 3 és 20 ezer lélekszám közötti települések számára nyílik lehetőség arra, hogy otthon tartsák fiataljaikat. Schmidt Jenő a Települési Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint sok somogyi önkormányzat él majd a lehetőséggel. Végzett egyetemről vagy főiskoláról kijött fiatalok ne menjenek el, hanem ők az országon belül találják magát. Letalapodásnak az irányát. Az indikátorok is úgy vannak meghatározva, hogy 1000 főként egy fő letelepítése.
Nagyatát biztosan pályázik majd, tudtuk meg Ormai István polgármestertől. A pályázat alkalmas arra, hogy itt Nagyatádon közel egy tucatnyi fiatalnak lakhatási lehetőséget és az életpályájuk megkezdéséhez segítséget tudjunk nyújtani. Nagyatádon, ahogy a többi vidéki városban is, jellemző a fiatalok elvándorlása. Ormai István polgármester szerint azonban, ha már két alapvető fontosságú dologban segíteni tud az önkormányzat, akkor várhatóan többen tervezik helyben a jövőjüket. Egy fiatal ember, egy fiatal házaspár számára két dolog a meghatározó, hogy önálló életet kezdjen. Az egyik, hogy legyen munkája, megélhetése, a másik pedig, hogy minden fiatalnak a vágya, hogy önálló lakása legyen. Ebben a nagyon lényeges, legtöbb pénzt igénylő dologban a saját otthon megteremtésében nyújt segítséget. Nagyatádon lakásfelújítást terveznek, ha sikeres lesz a pályázat. Ormai István azt mondta, már az első pályázati körben benyújtják igényüket, s kedvező elbírálás esetén még idén megkezdik a munkálatokat. A megyében egyébként mintegy 10 olyan település van, amelyet érint a kiírás. Schmidt Jenő szerint többség élni fog a lehetőséggel, hiszen a helyhatóságok érdeke is, hogy a jól képzett fiatalok ne más városban, s ne is külföldön, hanem otthon, vidéken éljenek, gyarapítva ezzel a helyi gazdaságot is. Drasztikusan 25%-kal nőtt a munkahelyi balesetek száma két év alatt Tolna megyében. Az országos adatok sem sokkal jobbak, ott is komoly emelkedés következett be. Tolnában tavaly több mint 600-an sérültek meg, miközben dolgoztak. Nyitva volt a sorompó, mégsem engedték be stábunkat erre a Mőcsényi mezőgazdasági telephelyre. Egy testvérpár halt itt meg a felvételek készült előtt néhány órával. Egyikőjük egy kukorica szárítására használt aknát akart kitakarítani, de az erjedő kukorica miatt keletkező gázoktól rosszul lett. A másik férfi megpróbálta kimenteni, de mindketten odavesztek. Az egyik testvér ebben a házban lakott, a szomszédja néhány órával a tragédia előtt még találkozott is vele. Reggel még beszéltem is velük, mert oda mentek dolgozni. Itt az alsó szomszéd. A katasztrófa védelem munkatársai különleges módszerrel tudták csak kihozni a két szerencsétlenül járt férfi holttestét a mérgező gázokkal teli aknából. A Bonyhád és a Szekszárdi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, akik mentőkötél és mentőállarc segítségével mentették ki a két férfit. Átadták a mentősöknek, akik sajnos már csak a halálbeálltát tudták megállapítani mindkettőjüknél. Ez a tragédia 2014-ben történt. Akkor Tolna megyében összesen 500 munkahelyi baleset volt, országosan pedig valamivel több, mint 19.500. Bár a szabályok évről évre szigorodnak, a számokon ez nem látszik. Tavaly, vagyis 2016-ban Tolnában már több, mint 660-an szenvedtek balesetet munka közben, országosan pedig még 23.000-nél is többen. Két év alatt tehát csak Tolna megyében több, mint negyedével nőtt a munkahelyi balesetek száma. A gyártás területén történik a legtöbb munkahelyi baleset, az összes regisztrált eset több mint harmada következett be tavaly ebben az ágazatban. A legkevésbé pedig, meglepő lehet, de a bányászok vannak kitéve ilyen szerencsétlenségeknek. Igaz, Magyarországon szinte alig vannak felszín alatti bányák. A gyártási ágazaton belül egyébként az élelmiszergyártás számít a legveszélyesebbnek. Tavaly közel 1100-an sérültek meg ilyen munkavégzés közben. Ha sok a panasz és a jegyző úgy dönt, akkor a problémás vendéglátó helyeknek este 10 óra után be kell zárniuk. Többek között erről is döntött Kaposvár képviselőtestülete csütörtökön. Az eredeti rendelet tervezett 4 zónára osztotta a várost, és a centrumon kívül eső terület összes szórakozó helyre vonatkozott volna a korlátozás. Erről végül nem szavaztak a képviselők, mondván olyan vállalkozásokat is érinthet a rendelkezés, melyekkel egyáltalán nincsen probléma. Arról, hogy kell-e szabályozni a vendéglátóhelyek nyitvatartását, megoszlik a lakosok véleménye. Valamennyire korlátozni kell, megengedve az embereknek a szórakozást is. Volt róla szó, hogy Tomvéd utcaiban is valahol, azt hiszem, ott a Füredi csomópontnál is. Szerintem igen, hogy korlátozni kellene azért, nem csak a bárvárosban kellene korlátozni. A város 4 körzetre osztotta volna a csütörtöki közgyűlésen a testület elé került előterjesztés. Eszerint az egyes zónán kívül eső vendéglátóhelyeknek 10 óra után be kellene zárniuk. Hozzám is nagyon sokan azt érkezik ezeknek a működésével kapcsolatosan, akár az egységen belül, akár az egységen kívül előtt kell satolni. Ezeknek a panaszoknak a
A sávház környéke a kettes zónába esne a határozat szerint, itt két vendéglátóhely is van a közvetlen közelben. A helyiek egy része szerint ezekkel nincs semmi gond. Az az igazság, hogy én nem szoktam hallani, mert van fültugom, felhallgatom, és én kizárom ezeket a dolgokat, úgyhogy engem így nem zavar. Mivel hogy nem zavar, így én nekem arra nincs is se igényem, se problémám ezzel, tehát nyugodtan én szerintem, ameddig eddig nyitva voltak, maradhatnak nyugodt. Tőlem legalábbis. Kaposváron 530-nál is több vendéglátóhely köznéven kocsma van. Ezek közül mintegy 36 esne a határozat hatája alá, mondta Szita Károly polgármester a közgyűlésen. Ezek közül sok már most is csak este 10-ig van nyitva, tette hozzá. Ezt az egész előteresztést, ennek a módját, amit most a jegyzőről hozott, ennek az a következménye, hogy beleesednek olyan vendéglátóegységek is, azon szabályok alapján, amiket elmondott, amelyek is fasz, amelyeket is fog. És őket úgy sírti egy ilyen rendelet tervezet, hogy nem érdemelték ki. Éppen ezért arról szavaztak a képviselők, hogy a jegyző saját hatáskörben tilthassa meg a vendéglátóegységeknek a késő esti nyitvatartást, ez pedig lakossági panaszok alapján dönthetik majd el. A bérverseny elsodorhatja a kisboltokat, ugyanis több nagy nemzetközi áruházlánca kötelező emelésen túlmenően is magasabb fizetést ad idén dolgozóinak. Ezzel a tempóval eddig sem nagyon tudtak lépést tartani a kisebb boltok, a kötelező idei emelés pedig szinte kigazdálkodhatatlan tehernövekedést okoz sokak számára. A minimálbér januártól bruttó 111 ezer forintról 127 ezer 500 forintra emelkedett. A garantált bérminimum 129 ezer forintról 161 ezer forintra nőtt. A kereskedelmi dolgozóknak ez 21 ezer forint nettó béremelést jelent. A minimálbér emelkedett nagyságrendileg 15%-kal, a garantált 25%-kal. Ezt a 25%-os ugye tipikusan kereskedelemben ugye a szakképzett garantált bérminimumot kell alkalmazni. 25% béremelést nagyon nehéz az árakban érvényesíteni, vagy adott esetben szolgáltatási díjakban érvényesíteni. Ehhez ugyan kapcsolódott 5% járulék csökkentés, amely a kifizetőket terheli, de ettől különbözeteként is még ott maradt 20% költségnövekedés, amit hát nagyon nehéz a vállalkozásoknak kigazdálkodni. Még most sem látni, hogy a kisebb vállalkozások ezügyben tettek volna bármit, például létszámleépítést vagy munkaidő csökkentést, hisz még csak egy hónap telt el a minimálbér emelése óta. Több idő kell, hogy lássák az eredményeket, hogy mi az az összeg, illetve tétel, amit még elbír egy vállalkozás. Az adószakértő arról is beszélt, hogy hol és milyen formában kompenzálhatják a bérterheket a kisboltok. Inkább ezt látni, kafetériát hagyják el. Azok a vállalkozások, ahol a korábban is és most is érvényes kafetéria rendszert alkalmazták, ami ugye béren kívüli juttatásként adható szépkártya, egészségpénztár, nyugdíjpénztár, Erzsébet utalvány, hasonlók, ezek a jellemzően a nyújtott kafetéria elemek. Én úgy látom, és úgy látjuk az ötfélkörünkben is, hogy ezek azok, amelyeket megpróbálják visszavenni. A jelenlegi béreket a 10 fő alatti kiskereskedelmi vállalkozásoknak a legnehezebb kitermelniük. Ez a vállalkozói réteg óriási versenyhátrányban van, mely bérfeszültséget is okoz. A nagykereskedők megtehetik, és meg is teszik minimum 10%-os áremelést. A kisbolt tulajdonosok azt mondják, ők nem engedhetik meg, hogy a vásárlókra áthárítsák a többletköltségeket, bár ezt a szintet nem tudják sokáig tartani. Most voltak még csak az első kifizetések, de hónapok alatt felhalmozódik a többletkiadás. Igazán a kisboltok csak akkor fogják megérezni, ami akár a bezárást is jelentheti számukra. A kisboltok száma jobban apadhat, mint a korábbi években, ami a vidéki élelmiszer ellátásban problémákat okozhat, főként az 5000 fő alatti településeken, ugyanis ott a nagy élelmiszerláncok a jövőben sem fognak üzletet nyitni. Híradónk végén főbb témáink még egyszer röviden. Kártalanítaná a DRB áldozatait Tóth Bertalan, törvényjavaslatot nyújt be a parlamentben. Többen segítettek a jótékonykodásban, 150 főnek osztottak melegételt Pécset. Tehetséges fiatalok szólaltatták meg hangszereiket, Baranya megyei továbbképzős találkozó Pécset. Országosan 150 millió sportegyesületeknek, Baranyából 11-en pályáztak.
Szombat hajnalban délkelet felé távozik a csapadék, felszakadozik a felhőzet, de a sok napsütés mellett helyenként kisebb zápor, a hegyekben hózápor is előfordulhat. Többfelé megerősödik az északnyugati szél, hajnalban északon, északnyugaton várható gyenge fagy. Délután 4-9 fokot mérhetünk. Vasárnap észak-északnyugat felől újra megnövekszik a felhőzet, de kisebb csapadék csak késő délutántól alakulhat ki, északon, északkeleten. Hajnalban országszerte készületünk gyenge fagyra, délután 4-10 fok a valószínű. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!